Jöjjön egy fiatal hölgy Gyergyó tekerőpatakról, Kovács Beátának hívják, és Céline Dion-t énekel, illetve hogy nem Céline Dion-t, hanem az egyik dalát. That's the way it is a dal címe. Ne feledjék el, erdélyhangja.ro, ott lehet rá szavazni. Színpadon Kovács Beáta. That's the way it is. Bocsánat, beleszóltam. Kovács Beáta. És a zsűri. Amikor az ember kiválogat egy számot, hogy na majd ezzel megyek a következő fellépésre, szerintem figyelembe kell venni azt, hogy mit tudok megvalósítani. Mert ez, amit én most hallottam, ennek az elején van egy pár mély hang,
ami egy se volt jó sajnos. Tehát mindig úgy kell választani, hogy az a száma segítsen téged, mert ez most nem segített. Azon kívül, hogy voltak intonációs problémák, és volt egy pár hely, ahol nem értettem a szöveget. Tehát nagyon kell figyelni az artikulációra is, mert ez egy ismert szám. Tehát próbáltam követni azt, amit én ismerek, és nem mindig jöttem rá arra, hogy most hol is vagyunk. Jó, tehát ezekre a dolgokra kell figyelni a következőkben. Köszönöm szépen. Nem igazán tudnék mást mondani, mint Zsolt barátom. Ezek az intonációs problémák magyarul hamis hangokat jelentenek. És nagyon sok volt benne. Pont a Zsolt elmondta, Céline Dion egy fantasztikus énekesnő. Olyan adottságokkal, amivel csak ő rendelkezik, hogy ő valamit el tud énekelni, azt úgy majdnem lehetetlen. Ha már átveszünk számot, akkor úgy kell megpróbálni olyan hangnemben, ahogy Zsolt is mondta, hogy tud előadni. Ne megkínlódj érte a szószoros értelmében, hanem könnyedén, gyönyörűen tud előadni. Másképp tetszett szép a ruhád. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen Beátának is. Hatalmas tapsot. erdélyhangja.ro, itt lehet szavazni a produkciójára.